A Zombori dr. Riprózsa egészségügyi középiskolában a nyár folyamán 10 tanteremben szereltek fel légkondicionálót, valamint teljesen felújították az iskola lépcsőházát és folyosóinak falfelületeit. Az idejében hát sikeresen 2 nagy munkálatot elvégeztünk, amire eddig nem tudott sor kerülni. Az egyik a légkondicionáló beépítése a tantermekbe, amire most már ugye nagyon nagy szükség volt. Ezen kívül pedig a folyosó és a lépcsőház meszelése, festése. Az épület eléggé idős, és az áram vezetékek nem biztos, hogy elbírták volna ezt a 10 légkondit, amit beszereltünk, úgyhogy arra is külön kellett valamennyi összeget költenünk. Körülbelül 1 millió dinárba került, ezen kívül egy kicsit hozzá kellett adnunk egy 150 ezer dinárt az áram ellátásra. A meszelés és a festés, mivel hogy elég nagy felületről volt szó, ez nem egész 2 millió 800 ezer dinárba került. Zombor városa 70 millió dinárral támogatta az iskolák felújítását. A nyár folyamán igyekeztünk minél több iskolát felújítani, hogy az intézmények készen álljanak a becsöngetésre. Az általános iskolák elsőseinek és másodikosainak 14,5 millió dinár értékben tankönyveket osztottunk ki. A középiskolák ebben az évben összesen 30 millió dinárt kaptak a várostól. A diákparlamentek javaslatot adtak, hogy iskolájuknak mire lenne szüksége a leginkább. Az egészségügyi középiskola jövőre a mosdókat szeretné renoválni.